hol nem volt. Volt egyszer egy óriás, egy égi ősi úr, egy tündérkirály, aki jó kedvében egy cukorsüveg formájú hegyet csöppentett le Székelyföldre. Annak a hegynek a tetejére épített egy várat. Nagy kedvét lelte benne, ezért azt egy aranyhíddal össze is kötötte a saját várával. Miben példakép Apor Vilmos püspök a mai ifjúságnak? Apornak az életére én azt gondolom, hogy valahogy úgy kellene tekinteni, mint valami érett gyümölcsre. Az hosszú hónapokon, hideg, meleg napokon keresztül érik meg szinte észrevétlenül a fának a ágai között az a gyümölcs, amit mi ősszel betakarítunk. Apor, amikor elindul, egy nagyon szerencsés családi körülmények között, tényleg azt hiszem jó anyagi körülmények között a Bárói család, és ő kiskorától kezdve megkapja a megfelelő nevelést, és erre ő fogékony. Apor Vilmos püspök nagyon sok mindenben példaképe lehet az ifjúságnak. Már gyermekkorában is kitűnt, kortársai közül szelídségével, engedelmességével, lelkiismeretességével. Családjában sok példaképe volt, akire felfigyelhetett. Apja fő jelmondata az volt, felejtsük el önmagunkat másokért. Vilmos 6 éves, mikor édesapja meghal. Ekkorra 7 gyermekből már csak a legkisebbek, Vilmos és húga Harriet van otthon, a többiek bentlakásos iskolákban tanulnak. Édesanyja szeretetteljes, de szigorú nevelő. Nagy gondot fordít a gyerekek jellemének tökéletesítésére. Gyakran emlegeti gyermekeinek. Ha az ember válaszútra kerül, válassza mindig a nehezebbet, mert biztos, hogy az lesz a helyes út. Jelentkezik a győri szemináriumba. A győri szeminárium egyházmegyének a tagjai közül Innsbruckba tanítatják. Gyermekként csodálta és felnézett egyik rokonára, Irmára, aki Salzburg környékén adakozásból iskolát, templomot, munkásotthont létesített, és ápolta a betegeket és a rászorulókat. 1915. augusztus 24-én hittudományi doktorátussal szentelik pappá Innsbruckban, és egy hét múlva már káplán Gyulán. Katonai szolgálatot kell teljesíteni, és ott már észre lehet venni, hogy mint katonapap mennyire odafigyel a szerencsétlenebb helyzetben lévőkkel. Amikor a háború végén menteni kell a katonákat, elmer egy bizottság élén menni Bukarestbe, és védi a katonáknak az életét. Példát mutat nekünk abban, hogy az életében minden problémáját Jézusnak ajánlotta föl. Ott Gyulán nagyon korán észreveszi a rászoruló szegény embereket. Hozza oda magának szerzetes nővéreket, akik munkatársai, és ettől kezdve igazából a szegény ügy rendkívül fontos számára. Egy koldusnak odaadja a bundáját, egy másiknak meg a cipőjét. Elnevezik a szegények plébánosának. Viseltes, régi reverendát hordott. Egy híve hozott neki egy újat ajándékba. Azt mondta, vesse le plébános úr azt a régit, nem illik egy bárónak ilyen bejárnia. De ő mosolygott, és az ujjat csak egészen kivételes alkalmakkor vette föl. Olyan kisugárzása volt, hogy hívei is követni akarták példáját, ezért pappá szentelésének 20. évfordulójára közadakozásból egy napközi otthont létesítettek, Apor otthon néven.
gyulai plébános működésekor azért az ő neve az a plébániát és talán az ország keleti részét is túlhaladja. Tehát fölfigyel rá az egész ország is, ami ott történik, és nem véletlenül az, hogy ki nevezik Győri megyéspüspöknek. 1941. február 24-én Gyulán püspökké szentelik. Püspöki jelmondatául ezt választja. A kereszt erősíti a gyengét, és szelídíti az erőset. Felemelte a kicsit, és naggyá tette. Ha az ember kicsi is, de mindent meg kell tenni, naggyá kell lenni azért, hogy méltó lehessen életéhez, méltó lehessen Jézus Krisztushoz, mert az ember nem saját létért van a Földön, hanem azért van a Földön, hogy Jézus Krisztus szolgálja, azért van, hogy az embertársai szolgálja a Földön. És ez a két dolog, amit a földi embernek is meg kell tanulnia, a mai embernek meg kell tanulnia, hogy embertársai szolgálja, és Jézus Krisztus, és hogyha az embertársai szolgálja, akkor Jézus Krisztus szolgálja. Cserkészéknek az a jelszava, a cserkész másokkal szemben gyöngé, de magával szemben szigorú. És ez így is volt őnálva. Elhatározta, hogy minden vasárnap két kispapot lát vendégül. És első meglepetés az, hogy nekem az első vendégként a jobbjára kellett ülni a püspök atyának. A imádság után el akarom külni, az inasokkal ránk tudták a széket. Ez is hozzátartozik, úgy látszik. És mindenből nekem kellett elsőnek venni. Ez a szabály a fő vendégre. Egy alkalommal akkor mi megtehettük, hogy karácsonykor egy szegény családhoz elmehettünk. És elvittünk egy kis ajándékot. És ez nagy öröm volt azoknak is, mert ugye őtőle tanultuk ezt, hogy segíteni kell mindenkin. Azt tudom, hogy egyén életében biztos hallottok róla, hogy mindenét odaadta a szegényeknek, és csak itt ezeket megtudtuk másoktól. És ahogy Apor Vilmos is mondta, hogy a szabadságot a szolgálaton keresztül lehet megvenni. Ha a mai világban csak egy kevés lenne Apor Vilmos lelkületéből, már sokkal szebb lenne a világ. De itt, ahol állunk, most Nyulon vagyunk, az Incső utcába, mégpedig az egykori püspöki nyaraló épülete előtt, ami vincelérház is volt tulajdonképpen, és egy óriási szőlő is tartozott a területhez. Szóval itt nem csak nyaralni jártak a püspökök, hanem a környező terület, a szőlő a püspökség, Győri püspökségé volt, és ezt meg kellett munkálni, dolgozni kellett itt, és a kispapokat gyakran hozták ide ki dolgozni. És Apor püspök is itt volt. És a szomszédos területen szántogatott egy idősebb ember, akit Kozic Józsefnek hívtak. Nézegette a püspök, hosszan nézte Jóska bácsit, hogy szántogatott. Egyszer megállította, azt mondta neki, hogy lenne szíves átadni neki, mert ugye lóval szántott körbe. Azt mondta, hogy nagyot nézett a Jóska bácsi, hogy a püspök szántani akar. Azt mondta neki, tőle nem idegen ez a dolog, mert otthon Erdélybe ők csináltak ilyet. És valóban odaadta neki Jóska bácsi, és körbe. Tehát szántott, ugye, hogy ahogy otthon csinálták, vagy ahogy Jóska bácsi csinálta volna. Na most ez azért érdekes, mert közben a kispapok kerítésen túl nézték. Tehát itt a példakép, hogy a fizikai munkába is, ha kellett, meg tudta mutatni a kispapoknak, ha kell, akkor bált dolgozni. Hát nem restelte, hogy ő püspök létére fizikai munkát végezzen. Ez egy igen komoly példa lehet a mai ifjúságnak is. Én jártam Erdélybe, voltam Tórján, ahol az aporoknak a birtokai ma is megvannak. Megkerestük Apor Vilmos szüleinek a sírját, és ott a helybeliek mesélték el, hogy az ottani, azt hiszem báró úrnak szólították, ő is ugyanúgy dolgozik, kimegy az emberekkel, és együtt dolgoznak, fizikai munkát végeznek, tehát gondolom otthonról hozta ezt a munkaszeretetet. Ezt a fajta példamutatást, amit itt a diákoknak, és hát tulajdonképpen a kispapoknak adott.
Győri megyés püspöknek korában megint csak a szegények iránti érdeklődés, aztán sajnos elkerülhetetlen számára, hogy a politikai életbe belekapcsolódjon. Észrevegye mindazokat a fonákságokat, amit akár a egyre erősödő Németország nyomása gyakorol Magyarországra, aztán itt a zsidó kérdésnek a problémái. Mert ha kell szószékről, ha kell írásba szólni, és nagyon erősen Isten előtti felelősségre hivatkozva számon kérni dolgokat. Nem csak a hívein segített, hanem a zsidókon, a zsidóüldözést is próbálta visszaszorítani, és szerintem mutatja ez a közösség felé mutatott szeretetét. Azt, hogy mindegy, hogy ki milyen vallású, nemzetiségű, azon segíthetünk, segítenünk kell, ha bajban van. Amiben belekezdett, az teljes szívvel és teljes erővel csinálta, és ebben is példakép a mai fiataloknak, hogy ne adjuk fel, amiben belekezdünk, és hogy teljes szívvel csináljuk. Az orosz megszállás idején pedig az akkor, amikor hát nagy a félelem az emberekben, megnyitja a püspökvárat. A háború alatt kint van az utcán és segít. A jó pásztor anyája között él. Apor Vilmos nem elmenekült, hanem a városlakókat segítve járta az utcákat és segített, ahol csak tudott. Asszonyokat, gyermeket bújtott a pincébe és életét adja értük. Hogyha csináljuk a dolgunkat, az következetesen elszántsággal, akkor lehet, hogy vértanúk is leszünk adott esetben. Amikor életét adta a rábízottakért, megköszönte a Jóistennek, hogy ilyen szép nagy pénteket adott neki. A Par Vilmos életében is megfigyelhető Jézusi életút, mivel nagy pénteken kapta a golyókat, és az utolsó mondataiban a hívekért, az ellenségeiért imádkozott, valamint felajánlotta szenvedését az emberekért. Apor püspök atya régen nyomot hagyott az én szívembe, lelkembe, hiszen 21 évig szolgáltam a püspökségen, és majdnem naponta lejártam a pincében miseborért, és szembesültem a golyó nyomokkal, ami figyelmeztetők voltak vértanú halála előtt. Ez az élet megkapta maga koronáját, hiszen haldokolva nem az volt a fontos számára, hogy ő életben marad-e vagy sem, hanem azt kérdezte övéitől, hogy rajta kívül történt-e valakinek valami bántódása. És amikor megmondták neki, hogy senkinek se, akkor azt mondta, Uram, köszönöm, hogy elfogadott áldozat az életem, és így, mint búzaszeme, bőséges termést hozzunk. Hát ebben ideál nekem Apor püspök úr. Soha nem fog veszíteni fényéből, például örökérvényű, mindenki felnézhet szerítségére és tereire. Egy élet fokozatos és következetes életvitele segít bennünket ahhoz, hogy kritikus helyzetben tudjunk az elvárásnak megfelelően cselekedni. A világ új Apor Vilmosokért kiállt. Nekünk nem az a dolgunk, hogy csak csodáljuk, hanem hogy kövessük őt. Böjte Csaba. Szépségesen szép lánya, aki nagyon kíváncsi teremtés volt, le is sétált egy szép, verőfényes tavaszi napon a kis királylány az Aranyhídon. Megcsodálta az általa még sosem látott apró urakat, aztán egyet kiválasztott, a kötényébe vette, és apja várába felvitte.